Matt, koncentrálj! Sebesség. Én a sebesség. Ugye azt nagyjából mindenki tudja, hogy kicsoda Vin Diesel. És ugye azt is, hogy ez a logó nem éppen erre az autóra való. De hogy mi a közös pont bennük, az én autómban és Villám McQueenben? Hát az autók. És hogy ma mindegyiket megmutatom életnagyságban. Számos alkalommal neveztek engem őrültnek. Hát kergettem egy álmot, és megépítettem őt. De ha én őrült vagyok, akkor a most következő barátom maga a teljes elme van. Ő itt Martin, egy osztrák srác, akit évekkel ezelőtt egy autós rendezvényen ismertem meg, amikor eljött kitet megnézni. Beszélgetni kezdtünk, és kiderült, hogy ő aztán egy igazi filmautó fanatikus, és építő is egyben. És most elhívott magához egy autós rendezvényre, amit ő szervez, nagy részben az ő autóival. Az úti cél messze van, az osztrák hegyekben. Ausztria? Ó, oh, na hát, kenguruk földje. Kilométer van az úti célig, és itt a bizonyíték, hogy mi mindent meg nem tesz az ember egy jó buliért, vagy egy jó rendezvényért, ugyanis itt vagyunk a totális világ végén. Egy autó nem jött szembe, feljöttünk a hegy legtetejére, és attól tartunk, hogy jön a medve, mondja, hogy brum, brum. Brum, brum. Ennyit arra, hogy tök egyedül vagyunk, és üres az úti. Én vagyok benne. Azt látom az embereken, amit saját magunkon is, hogy kapkodják a fejüket. Ott a Matuka, ott a McQueen, ott van ki, ott a szellemi tokautó. Megvásárolta, a garázsában, legtöbbször egyedül, néha barátai segítségével szétszette, szétvágta, újraépítette, csiszolta és fényezte az itt látható kultikus négy kerekűeket, melyekből néhány a valóságban soha nem létezett, csak a filmeken láthattuk őket. Amikor a legelején az őrültekről beszéltem, nem véletlenül mutattam Jokert, mert kinek az ellenfele ő? I'm Batman. Méter, 7 méter hosszú! A 7 méteres üvegszálas karosszéria Amerikából érkezett, onnan máshonnan, konténerben hajóztatta be Martin, 2013-14-ben sok száz órát dolgozott és faragott rajta, hogy így nézzen ki a végén. Sok száz óra munka azért kellett, mert a kaszni, amit megvett Amerikából, annyira hullámos volt, hogy az első 18 kilógi... Vár? 18 kiló... Martin! Megkérdeztem, tényleg annyi? Elfogyott 18 kilogit. Úgyhogy rendett még 20 kilót. Tudom, hogy ez lesz a kérdés. Igen, a lángszóró működik. Az autó alapja egy 1995-ös Chevy Impala 6.3 V8-as motorral, 6-os kéziváltóval, miután Martin szétborította az egészet, az alvázat 70 cm-re kellett megtoldania, hogy rá tudja emelni a Batmobile kasznit. Majd jönnek a rossz nyelvek, hogy persze, minek neki Batmobile, amikor Batman jelmeze meg nincsen. Szerinted? Az első gumik 275-ösek, a hátsók egy picit szélesebbek, olyan 56-57 centi darabja.
Martin éppen arról beszél a színpadon, hogy soha sehol nem volt még egy olyan autós találkozó, ahol ennyi filmben használt eredeti, illetve épített filmautót lehetett látni. Ez az egyetlen, és valószínű, hogy ilyen már nem is nagyon lesz, ugyanis az ő saját épített autóit nem sokára elviszik Bécsbe, ahol egy múzeumban lesznek kiállítva. Mivel megyünk? Adosan a pista, ezt a se puso fel. Csá-csá. Turo, 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 pam, pam. Ez eredeti Hollywoodból jött. Ez az az autó, ami a jéges ruszki tojon szolguldozott, hogy segítsen ellopni egy tinger alatt jarrót. Miért nem indul? Hülye orosz távirányító. Ez más honnan jött? Ezt Martin építette? Ez eredeti filmbeli, Vin Diesel ment vele. Volt a Halálos iramban 8. része, amiben a gonosz Shaw-nak hívták. Ezzel az autóval, nem olyan, ez konkrétan az az autó, amit a filmben használtak ahhoz a jelenethez, amikor felborítja az őket üldözőket, illetve a rendőrautókat. Ide pattantak fel a gonoszok autói. Be van kötve. Amit most mutatok, abból világszerte csak 3 van, saját tulajdonban 1 darab van összesen, és Európában ő az egyetlen. Beszélő autó? Ah, nem. Beszélő versenyautó? Igen. Igen, ezt az arcot gyakran látom, mikor olyan érzést keltek másban, amit ő sem ér. My favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone. Annyira friss, hogy még meleg. Martin a múlt hét végén fényezte le pirosra, és ennek a hétnek az elején tette fel rá a matricákat. Az alapja egy eredetileg bontásra vásárolt 98-as Camaro, amiben azért az LS1-es Corvette motor van. A kasznit itt nem toldani, hanem vágni kellett. A Camaro kaszniából egy 20-25 centit el kellett vágni, hogy rövidebb legyen, így tudta ráhelyezni Guido segítségével a McLaren karosszériát az alapautóra. Próbaút is volt. Már annak, aki befért az ablakon. Tapasztalatból mondom, teljes libabőr, ahogy előtted morog és pörög egy rajzfilmautó. Now my wheels in motion and my windows open. Én tényleg nem akarok szerénytelennek tűnni, de ki hoz nektek még ilyen szórakozást, mint ez? Mivel ilyen autó nem nagyon létezik valódiban, csak a rajzfilmen, ezért nem lehet hozzákapni szélvédőt sem. Martin egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy csináltatnia kellett egy egyedi gyártásban, speciálisan neki készített szélvédőt. Azt mondta, annyiba került, mint egy normális állapotú téli autó itt Ausztriában. Hanyatló kapitalizmus, téli autókat veszegetni. Szerintem azért lett itt a helikopter, a McQueen végén Matuka azt kiabálja egy helikopterből.